Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délutáni kellemesnek ígérkező kis beszélgetésen, ami egyébként egy élménybeszámoló, és ha úgy tekintjük, akkor egy egész életútnak, egy sportkarriernek az élménybeszámolója, nem csak az olimpia eseményei lesznek itt felelevenítve. Még mielőtt Petrával belefognánk a beszélgetésbe, előtte két úriembert szeretnék felkérni arra, hogy mondják el gondolataikat, elsőként Szabó Csabát, a sportszövetség elnökét. Mindenkit nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök, és hát különösen a díszvendégünket, a Halmai Petrát. Mint lehetett hallani, a Dombóvári Sportszövetségnek vagyok én a vezetője, és hát ha ilyen szép számmal jelen vannak, akkor remélem nem veszi senki illetlenségnek, hogy a Dombóvári Sportszövetségről, illetőleg a Dombóvári Sportról eszembe jutott egy-két gondolatomat, megosztam itt a jelenlévőkkel. A sportszövetségünk most márciusban alakult, 26 dombovári egyesület a tagja ennek. A 26 egyesülethez 1500 versenyző tartozik, ők zömében gyerekek, és ezek az gyerekek nap mint nap nem a játékkal és a szórakozással foglalkoznak, hanem azzal töltik az ideiket, hogy minél jobbak és annál is jobbak tudjanak lenni, és egyre jobb és jobb teljesítményt tudjanak elérni. Tehát ők nem egy hétköznapi gyerek életmódját élik, hanem ha úgy nézzük, akkor feláldozzák az életüket egy későbbi magasztosabb cél érdekében. És hát ahhoz, hogy a környezetüktől tudjanak egyfajta tükörképet kapni, hogy ők hol is tartanak ebbe az edzés munkát tekintve, először elmennek kisebb versenyre, aztán a megyei versenyekre, regionális versenyre, diákolimpiára, országos versenyre, Európa-bajnokság, világbajnokság, és hát nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor valaki egészen a sportok, a versenyek versenyére egészen az olimpiáig el tud jutni. Dombóvár mindig híres volt arról, hogy egy jelentős sportbázist jelentett az ország életében, több sportágban is, nemzetközi viszonylatban is ismert versenyzők születtek és nevelkedtek itt Dombóváron, tehát jó híre van a városunknak, és hát ha belegondolunk, akkor ha nem is mostanában, de Buzánszky Jenő bácsi is volt ugye olimpiai bajnok, az aranycsapat tagja, aztán 90-es években, 94-ben 200 méteres mellúszásban volt már egy olimpiai bajnokunk Rózsa Norbert részéről, és hát igaz, hogy most a Lilinek, vagy a Petrának vagyunk itt a beszámolójánál, de ilyen esemény még nem volt, amikor kettő dombovári is az olimpián jelen tudott lenni. A Petra mellett ugye a Tóth Lili Anna is ott szerepelt, és hát ezek azért nagy eredmények, mert kellenek kézzelfogható példaképek a városunkba, kézzelfogható húsvér emberek annak érdekében, hogy akik itt sportolnak, ők lássák azt, hogy hát itt igenis van kitörési lehetőség, és el lehet jutni egészen az olimpiáig, hisz hogyha Petrának sikerült, ha a Tóth Lili Annának sikerült, akkor igenis megéri az a befektetett energia, hisz ha nekik sikerült, ők is így kezdték, mint az itteniek. Úgyhogy én kívánom, hogy még sok-sok Halmai Petra, illetőleg Tóth Lili Anna kerüljünk ki a városunkból, és hát nem akarnám húzni tovább a szót, de a Sportszövetség nevében akkor én szívből gratulálok neked, Petra, és hát kívánom, hogy ez a dolog, ez még ne a pályafutásod csúcsa legyen, ez egyfajta mérföldköve, hogy eljutottál idáig, és hát nem 4, hanem 3 év múlva a következő olimpián szintén sikerüljön neked odaérni, és hát esetleg, ha még jobb híreket is tudunk, akkor annak csak örülünk. Úgyhogy hajrá, Dombóvár! Most pedig megkérem az alpolgármester urat, Kerényi Zsoltot, akivel ugye közös a kedvenc sportágunk is, úgyhogy kicsit magasabbra állítom akkor, jó? Köszönöm szépen, kedves Petra, tisztelt jelenlévők! A Csaba majdnem mindent elmondott, amit szerettem volna, de azért néhány gondolatot rettentően megtisztelőnek éreztem, hogy itt most én állhatok és köszönhetlek téged. És hogy mekkora dolog egy település vagy egy város számára, hogy két olimpikonja is van, azt néhány számadattal szeretném alátámasztani. 3114 település van Magyarországon. És hány olimpikon volt, tudod, Petra? Most az olimpián? Hány magyar olimpikon volt?
173. És egy pici számmisztika is legyen benne, a 3114 város településből pontosan az olimpikonok számának a kétszerese a városoknak a száma. Tehát 346 város van. Na most ugye ez azt jelenti, hogy minden második város ad egy olimpikont a puszta számok vetületében, de Dombóvár kettőt is ad, tehát már is a négyszerese ugye a dombóvári olimpikonok száma az átlagnál. És akkor még nem is gondolunk olyan, hogy Budapest nyilván rengeteget adott. És ezek a számok nyilván egy picit hát ilyen szárazak, meg nem biztos, hogy pontosak, de jó jelzik azt, amiről itt a Csaba beszélt, hogy Dombóváron nagyon komoly sportélet van, és hát erre büszkék vagyunk. Most a Petrán, meg a Lilin keresztül is, és hát köszönjük nektek ezt a rengeteg munkát. És még egy gondolatot szeretnék elsősorban neked mondani, hogy nekem is volt az életemben egy olyan rész, amikor komolyabban foglalkoztam sporttal, és hidd el, hogy ha ez elmúlik, akkor semmi nem pótolja. Tehát nagyon becsüld meg ezeket az éveket, mert nagyon sok szép dolog van az életben, de legalábbis nekem soha nem sikerült pótolnom azt, amit a sport jelentett. És hát gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy itt vagy, és jó időtöltést kívánunk itt mindenkinek, és egy kis ajándékot fogadjál. Foglalj helyet, Petra. Kicseréltem a mikrofonokat, tiéd lesz a ciklámen színű, jó? Enyém pedig most bekapcsoltam. És hát ahogy már elhangzott, hölgyeim és uraim, mindenkinek előre is jó szórakozást kívánunk ehhez a kis kötetlen beszélgetéshez. Úgy szeretnénk, hogy mi beszélgetünk, és kihallgatnak bennünket, jó? Tehát ez, hogy legyen ez egy ilyen teljesen személyes, hogy minél többet ismerjünk meg Petra gondolataiból. Általában olyan típusú embernek érzed magad, akinek ha azt mondják, ezt nem lehet megcsinálni, akkor csak azért is? Tehát benned van ez a makacság? Hát mondhatom azt, hogy szerintem kiskorom óta én egy kis makacs csajszi vagyok. Már otthon is. És igen, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy nem, vagy hogy nem tudod megcsinálni, én akkor is odállok, és azt mondom, hogy igen, én képes vagyok rá, és megcsinálom. Lehet, hogy pont azért. Van itt egy csomó kérdés, amiket felírtak nekünk, nekem is, te is megkaptad. Lehet, hogy nem e szerint fogunk haladni, de mi ezt megbeszéltük, úgyhogy nézzék el nekünk, hölgyeim és uraim. Jó, mi most beszélgetünk. Azért az eleje az érdekes mindig elindulni. És hát hallottuk az anyagban is, hogy igencsak nőies sportágakban kezdted, vagy próbáltad ki magad, ugye társas tánc, aztán mi volt még? Aerobik, bocsánat, igen, és még? Még egyet említett. Elvileg balettoztam is, amit anya mondott, de hát ez szerintem annyira kimaradt, hogy nem emlékszem rá, hogy én balettoztam. De mindegy, a másik kettőre is mondhatjuk azt, hogy ilyen abszolút ilyen nőies vonal. Persze a társas táncban azért férfi is kell hozzá, de aztán az úszás lett. Miért pont ez? Miért pont? Hogyan lett az úszás? Hogy ragadott magával? Megmondom őszintén, én Obiba kezdtem Ildikó néninél, és szerintem Ildikó néni az, aki teljes mértékben megmutatja nekünk, hogy mi is az az úszás szeretete, vagy a víz szeretete. És hát nem tudom, úgy jó volt a vízfekvésem, jöttek az eredmények, nagyon jó társaság volt akkor az én időmben a Dombóvári úszodába, és szerettem lejárni úszni edzésekre. Akkor volt, hogy egyszerre csináltam, aerobikoztam, társas táncoltam, meg úsztam, és valahogy ugye az úszás ragadt meg. Tehát a másik kettő az ment. Persze, hát nyilván az ember egyre kell, hogy koncentráljon. Nos, azt mondtad, hogy jöttek az eredmények. Ez viszonylag gyorsan, tehát mindjárt az elején? Mert az, hogy jó a vízfekvésed, az egy dolog. Lejársz edzésre, az megint, és akkor mindjárt az elején voltak ilyen városi vagy városkörnyéki versenyek. Hogy képzeljük ezt el? Hát voltak ilyen Mikulás kupák, Nyuszi kupák. Ugye még az elején, még a piciknek még egy 25 métert leúszni, még nekem is az egy nagy kihívás volt.
És akkor utána jöttek még az ilyen gyerekbajnokságok, ahol sikerült nyernem. Úgyhogy igazából, megmondom őszintén, az elején most így egy kicsit kimarad. Tehát azokra annyira nem emlékszem, de utána jöttek igen az eredmények. Szülők támogattak, mondták, jó van lányom, menjél. Igen, pont ez volt. Apa, még emlékszem, hogy mikor elkezdtünk reggeli edzésre járni, és akkor télen befagyott az autó, ugye apa nem tudott levinni, apa mindig lekísért minket, gommal együtt, mikor együtt jártunk már reggeli edzésekre, és akkor lesétált velünk az uszodába, felsétált, felhozott minket a suliba, és igazából reggelente, tehát soha nem kellett minket ébreszteni. Ezt akartam kérdezni, nem volt fájdalmas ez a dolog, azért kiugrani az ágyból viszonylag korán, gondolom, még suli előtt? Igen, mikor 6-tól 7-ig úsztunk, ugye suli előtt, és szerintem már 5 órakor felkeltünk, mi ébresztettük a húgommal anyáikat. Kávét vittétek az ágyba? Nem, az azért az nem volt. Nem, felébresztettük, és akkor anya megcsinálta reggelit, apa elkészült, és akkor mindig apa vitt le minket az úszodába. Volt olyan, hogy fürdőruhába aludtam éjszaka, hogy hát én már annyira kész vagyok a reggeli edzésre. Az igen, akkor volt egyfajta ilyen családi szövetség, ami kimondva kimondatlanul, de mégiscsak erősítette azt, hogy jöjjenek a sikerek, és hogy vegyétek ti ezt komolyabban. Igen, és egyébként szerintem nálunk nem volt az, hogy nem akarunk lemenni edzésre, vagy aludni akarunk. Tehát tudtuk azt, hogy nekünk edzésre kell menni, és utána suliba, aztán megint edzésre, és akkor még este házi feladatot csinálni. És szerintem nem volt nálunk egyszer olyan, hogy noszogatni kellett volna minket. De azért közben, amikor egy iskolai közösségben van az ember, akkor hát látja, hogy a többi diák bizony néha már így összejön, akár el van, szórakozik. Tehát vannak azok az órák, amiket nektek kőkeményen bele kellett tenni az edzésbe, és cserébe nem nagyon tudtatok részt venni ilyen eseményeken. Ez nem volt zavaró? Igazából én nem éreztem azt, hogy olyan nagy áldozatot hoznék ezzel. De nekem természetes volt az, hogy én elmegyek edzésre, meg versenyekre, mint hogy egy osztálykirándulásra, vagy akár elmenni középsuliba osztálytársakkal ide-oda. Tehát én azt éreztem, hogy nekem edzésre kell menni, mert én nekem vannak terveim, és hosszú távon azok jobbak. Az eddigi pályafutásod során mire vagy a leges-legbüszkébb? Természetesen az olimpia, meg az Európa-bajnokság, tehát nekem Európa-bajnokság után az olimpia volt a második világversenyem, úgyhogy én most csak így belecsöppentem a vízbe, szó szerint. De igazából talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy sok mindenen keresztül mentem, sok áldozattal járt, és minden sportoló, minden tinédzser sportoló életébe eljön az az időszak, amikor vannak mély hullámok, és azért nekem is volt 5-6 év, amikor így mentem lefelé, de soha nem fordult meg az a fejembe, hogy én most feladom. Tehát nekem meg akkor is az olimpia volt a szemem előtt, és még nekem a Gyurtadani mondogatta azt, hogy a sok munkának megjön az eredménye, és hát most jelenleg meg is jött, és én büszke vagyok arra, hogy én szerintem olyan példát mutattam a fiataloknak, a fiatal sportolóknak, hogy kemény munkával, meg hatalmas alázattal bármire képes lehet egy sportoló, vagy akár egy ember. És én erre vagyok igazából most a legbüszkébb. Hát meg a Gyurta Dani elég jóképű is ahhoz, hogy az ember elhiggye, amit mond, de az az igazság, hogy amikor így valaki kimondja, hogy sok munka kell hozzá, meg hogy alázat kell hozzá, ezt így könnyű kimondani, nem? De amikor neked kell minden nap lemenni, vagy minden olyan időszakban is ott lenni, és oda tenni magad végig, amikor a munka, mert ez nem úgy vagy munkagyümölcs, hanem munka, nagyon sok munka, és csak aztán majd lesz, nem? Igen. Azt azért nehéz megélni nap, mint nap. Hát most nehéz megélni, vagy nem. Igazából szerintem most, ahova most eljutottam az olimpiára, és ahogy visszagondolva végigmentem az úton, szerintem nagyon sok mindent átéltem, jót, rosszat, és ezt nem mondanám úgy, hogy rossz dolog. Mit tanultál? Mi a legfontosabb, amit úgy érzel, hogy ez az út, amiben benne volt ez az, amit mondtál, ez az esés is,
tanított neked? Hogy bízni kell magamba. Ez egy nagy tapsot megérdemlő megállapítás. Sokszor azt hiszük, hölgyeim és uraim, hogy az élet titka az ilyen nagyon bonyolult dolgokban keresendő, de milyen egyszerű, nem? Kimondva, bízni kell magunkban. Bízni kell magunkban olyan helyzetben is, amikor esetleg nem úgy jönnek az eredmények. Na azért elevenítsük fel a pályát, tehát menjünk végig, légy kedves, meséld el azokat a fontos állomásokat, amik az olimpiáig vezettek, mert ugye Dombóvár az csak a kezdeti lépcsőfok. Igen, akkor Dombóváron kezdtem. 14-15 évesen én itt hagytam a családot, anyáikat, és felmentem Székesfehérvárra. Ott középsuliban 4 évet voltam, és akkor 4. év után még 1 évet az úszásra szántam, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy akkor most hogy legyen tovább. Én akkor úgy éreztem, hogy még nem szeretném feladni az úszást, mert én úgy éreztem, hogy még sok van bennem. És egyébként pont az a fehérvári évek volt azok a nehezek, mikor annyira nem ment az úszás. Nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szeretted volna. Igen, tehát dolgoztam, és hát ugye elkezdtem serdülni, meg... Kamasz, igen. Ilyenkor csak mondom, hölgyeim és uraim, akinek van kamaszkorú családtagja, ilyenkor az van kiírva az ember homlokára, hogy átalakítás miatt ideiglenesen zárva. Jó, mondom, valami ilyesmi. Így is meg szülőket kéne megkérdezni egyébként. Így is meg lehet fogalmazni. Tehát azért volt olyan, hogy na, akkor most feljövünk érted Fehérvárra, jössz haza. De hiányoztak, nagyon hiányoztak az itthoniak? Tehát az, hogy gondolom kollégiumban voltál. Nem, az edzőm nem szerette volna, hogy én kollégiumban legyek, mert féltek attól, hogy elkallódom. Úgyhogy egy idősebb házaspárhoz kerültem, és akkor 2 év után jött utánam a húgom. Nekik a fia úszott, szóval tudták, hogy mi ez az úszás, meg hogy milyen áldozatokat hozunk, és akkor náluk laktunk. De azért hiányoztak az itthoniak nyilván. Ja, persze. Tehát... Nem, persze, hogy hiányoztak. De csak azért, mert pont azokat az éveket mondod, és azért arról beszélsz, hogy ugye nyilván ez az időszak, amit egyébként az ember akkor él meg könnyen, ha segítenek a szülők ebben. Igen, ezért volt egy kicsit, azt mondom, hogy nehéz. De mondjuk én kiskorom óta azt mondanám, hogy önálló személyiség vagyok. Úgyhogy persze hiányoztak, meg biztos, hogy más lett volna, hogyha mindig ott vannak. De... annyira le voltunk foglalva a sulival, meg az edzésekkel, úszással, hogy versenyekkel, hogy nagyon volt, hogy szerintem 6 hétig nem tudtam azért 14-15 évesen hazajönni. Hát én éltem a kis életemet ott. De amikor hazajöttél, akkor húsleves, rántott húsi krumpli? Rántott sajt és gyümölcsleves. Sajt. Hát jó az ízlésed. Oké. No hát Székesfehérvár után azt mondod, hogy illetve hát a középiskola után még 1 év úszás. Akkor ezt hogy kell elképzelni? Ott már dolgoztál esetleg, vagy csak az úszásra tudtál koncentrálni? Ez hogy ment? Akkor úgy volt, hogy érettségi után én a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztem, rekreáció és egészségügyi szakon. De még én nekem mindig a pszichológia volt, tehát én mindig azt szerettem volna tanulni. Viszont azt az úszás mellett azért azt nagyon nehéz lett volna. Hát oda kell azért nagyon sok idő, nem? Igen, tehát igen. A tanulásra. Igen. És egy kicsit úgy éreztem, hogy nem találom a helyem, és mégse az, amit szeretnék csinálni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 1 évig még úszom, és akkor jöttek be az amerikai egyetemek, hogy akkor mi lenne, hogyha megpróbálnám. Azért ez egy nagy, kiderült a filmből is, hogy azért ez az, hogy elmenni, tehát jó, hát Dombóvár, Székesfehérvár azért nem egy olyan óriási távolság, de Magyarország, Egyesült Államok, azért na ez egy igazán nagy lépés. Milyen út vezetett ide, tehát azért ez egy lelki út is egyben. Igazából úgy voltam vele, mint amit a videóban is elmondtam, hogy megpróbálom. Tehát haza anyáikhoz, Magyarországra bármikor visszajöhetek, viszont hogyha nem próbálom meg, akkor egész életemben, hogy mi lett volna, ha megpróbálom? Mi lett volna, ha nem biztos, hogy kijutottam volna az olimpiára? De ez is akkor benne volt az, hogy azon a bizonyos ominózus versenyen 3-szor kizártak? Igen, tehát az nekem adott egy hatalmas löketet. Csak azért is megmutatom. Igen, igen.
Pontosan. És azért én úgy mentem ki, hogy általános suliba, meg középsuliba volt egy kis angol óra. Hát amit nem hallgattam anyára, hogy az angol meg a nyelv az fontos. Úgyhogy ez szól a fiataloknak, hogy hát én nem hallgattam anyára. Úgyhogy én csak úgy elengedtem az angolt. Skippelted az angolt, igen, jó? Igen, skippeltem. Viszont ott kint gondolom, hogy pillanatok alatt muszáj volt. Hát igen, ott egyébként olyan egyetemre akartam menni, ahol nem volt magyar, mert tudtam, hogyha van magyar, akkor nem biztos, hogy annyira leszek kényszerítve az angolra. Úgyhogy kimentem, és hát kézzel lábbal mutogattam. Na hát ez hogy volt? Kikísértek a reptérre, puszi, sírás, minden, kik voltak ott? Hogy ezt a napot fel tudod nekünk egy kicsit eleveníteni? Megvan még az emlékeidben, amikor elmentél? Igen, apa, anya meg a Blanka kísért ki, anya sírt, és akkor mondtam, hogy majd valamikor jövök, de nem maradok kint. És akkor, mert Londonba utaztam, hát ott rögtön el is hagytam a bankkártyámat, tehát voltak ilyen... Apró fennakadások, minden egyes utazásnál amúgy, és... Utána talán New Yorkba mentem, vagy Chicagóba, és akkor onnan Floridába, és akkor volt ott egy magyar ismerősünk, aki ott lakott tőlem 30 percre, és akkor ő segített, tehát ő felvett a reptéren, mert ugye jó dolog volt, az, nem ismertem senkit, viszont azt tudtam, hogy ott vannak az edzők, ott a csapat, tehát ők már várnak rám, tehát mégse olyan nagyon vadidegenbe megyek ki. Igaz, még nem találkoztam velük, csak Skype-on keresztül. És akkor már az edzőm rögtön már jött, hogy akkor segít, meg körbe mutat mindent. Igaz, nem értettem, mit mond, de hát valahogy elkommunikált. Igen. Igen, de azért azt is mondtad, hogy fogalmat se volt arra, hogy mi az, hogy Amerika. Azért ott minden olyan nagy, egészen más, teljesen más a kultúra, a gondolkodásmód, az emberek minden módon mások, mint itt. Azért ezt viszonylag fiatalon megtapasztalni nem lehetett könnyű szintén. Igen, én azt éreztem, mikor kimentem, akkor mindent annyira görcsösen akartam csinálni. Tehát ők meg olyan kis lazák, hogy jó van, akkor ez van. Enni lesz mit, aludni lesz hol. Igen. Medence igen. Itt is van. A profizmust azt így érezted rajtuk, hogy egyébként milyen szinten állnak mondjuk a sporthoz, mondjuk a sportolás lehetőségeihez? Hát ugye az egyetemen a sport az nagy előtérbe van helyezve. Én azt éreztem, hogy a mi egyetemünkön is voltak olyan úszók, akik már kijutottak az olimpiára, és azért az én edzőm is... olimpikon, meg azért ő is tudja, hogy ezek milyen áldozatokkal járnak. Úgyhogy nálam az volt, hogy kimentem, és talán a második szavam az volt Dave-hez, hogy én ki szeretnék jutni Tokióba. És az, hogy utána igazából mi volt a fejébe, vagy hogy mit gondolt erről, mert azért jóval messze voltam a szintektől, mikor én kimentem. Azóta beszélgettetek esetleg erről, vagy szóba került ez, hogy ő akkor komolyan elhitte a te célodat? Én már említettem neki, de mondtam neki, hogy nem akarom tudni a választ. Tehát nekem elég volt az, hogy azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk. Hát nyilván a hit az először benned kell, hogy legyen, és ő csak akkor tud téged segíteni, hogyha érzi, hogy benned megvan a 100%-os hit. Ez meg volt. Igen. Minden a hittel kezdődik, nem? Tehát, hogy így az ember hisz, meg bíz magában, akkor minden sikerülhet. Mikor vált biztossá, hogy te az olimpián részt vehetsz? Hát talán egy 3 héttel indulás előtt az volt 100%. Tehát decembertől odáig azért stresszes volt. Elég rendesen. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor azért bár gyönyörűek a körmeid, de akkor lehet, hogy lerágtad őket egy kicsit, mert az időszak lelkileg nagyon nehéz lehetett. Nehéz volt, főleg úgy, hogy azért, mikor decemberben úsztam egy kvalifikációt, és akkor nagyon sokan, hogy jó, akkor te most mész az olimpiára, és én mindig úgy vagyok vele, hogy azért várjuk meg. Tehát nekem biztos, hogyha én ott vagyok a medencénél. Tehát még az utazásnál is ki tudja, hogy mi történik a repülővel, bármi lehet, karanténba zárnak. Nekem biztos, induló vagyok, hogyha én ott vagyok a medencénél.
És azért nagyon sokszor az volt, hogy újságok megjelentek, hogy meg kint is, hogy megyek olimpiára. És akkor még úgy az elején úgy voltam, elkezdtem magyarázkodni, hát ez így van, meg úgy van, így ekkor jutok ki, meg akkor jutok ki, aztán utána ezt meguntam, és akkor mondtam hogy magam, hogy én nem fogom ezt magyarázkodni, tehát én megyek, és ott leszek. És akkor úgy is lett? És akkor úgy, de azért egy stresszes volt. Tehát még májusban is, Európa-bajnokság után még azért úgy voltam vele, hogy még meglátjuk. Az Európa-bajnokság volt az első igazi nagy nemzetközi verseny, ahol belekóstolhattál ugye abba, hogy ez milyen. Mert nem ugyanolyan nyilván, mint egy magyar bajnokság, meg nem ugyanolyan, mint mondjuk egy kaposvári verseny. Milyen volt a millió, amikor az Európa-bajnokságon úsztál? Izgultam, de nagyon élveztem. Tehát én úgy voltam vele, hogy oda mentem, és nekem veszíteni valom nincs. Tehát nekem az első nagy versenyem, én csak ezzel győzhetek. És akkor, mikor 200 mellen sikerült a középdöntő, tehát az egy hatalmas szó volt. Tehát a középdöntőbe sikerült egy olyan időt úsznom, amivel most is ranglista vezető vagyok, és 12. helyet szerezni első Európa-bajnokságon, első világversenyen, ez egy fantasztikus érzés volt. Mit szóltak hozzá a többiek? Mert azért hát a magyar úszósport az tele van csillagokkal szerencsére, és nyilván, ahogy látták a te eredményeidet is, biztos kaptad már róla a véleményeket, vagy nem is annyira a véleményeket, nyilván konzultáltál, beszélgettél a többi úszóval, esetleg más szakemberek is szóltak. Mit mondtak, hogyan értékelték a helyzetet? Sokan odajöttek hozzám, hogy gratulálunk, és akkor most akkor az olimpia a következő. Tehát ők is adtak egy löketet, hogy, igen, igen. Hogy neked ott a helyed, Petra, itt kecmec nincs, neked az olimpiai csapatban a helyed. Igen. Hát ha már így ugye eljutottunk eddig, és 3 héttel az olimpia előtt kiderült, hogy oké, akkor ott vagy, akkor térjünk is át erre a dologra, mert tényleg azt gondolom, hogy minden dombovári szíve, nem csak a sportszeretőké, hát megdobbant, amikor meghallotta a hírt, hogy Halmai Petra ott lesz az olimpián. Pedig ez azért egy furcsa olimpia volt. Tehát ilyet még soha nem tapasztaltunk a sportéletben. Hogyan alakultak az előkészületek az edződdel? Voltak külön felkészülés a csapattal, a többiekkel? Mi hogy volt? Hát ugye én Kaposváron készültem, tehát úgy volt, hogy a tervek szerint Európa-bajnokság után visszamegyek Amerikába, és akkor ott az edzőmmel, meg a csapattal folytatjuk tovább az edzéseket. Hát ez most Covid miatt nem jött össze, úgyhogy gyorsan B-tervet elő kellett húzni. Szerencsére nagyon jól sikerült a felkészülés. A kondis edzésektől elkezdve minden úgy alakult, ahogy szerettem volna. Kintről a Dév küldte az edzéseket. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy átküldte konkrétan az egész edzéstervet, mit kell megcsinálni, és amikor kipipáltad, vagy becsillagoztad, akkor küld vissza. Hát ezt úgy kell elképzelni, ugye mivel 6 órás eltolódás van, egy kicsit nehéz volt összehozni, de minden nap kommunikáltam az edzőmmel, és mondhatnám azt, hogy óránként, tehát hogy érzem magam, hogy vízbe hogy érzem magam, mit tettem, hogy alszom, tehát mindent. Kicsit nehéz volt, mert szeretem, hogyha lát, és látja az úszásomat, hogy mozgom a vízbe, vagy konkrétan tudja az arc kifejezésemből, hogy ment az edzés, vagy hogy tetszik-e az edzés, vagy hogy tényleg most a lelki állapotom milyen. És ez most nem történt meg, egy kicsit nehéz volt, de hát összehoztuk. Tehát elküldte az edzéseket, leúztam a Birovec Ricsi segítségével, meg a kaposváriak segítségével. Végigvittük az edzést, és hát utána meg elmondtam, hogy hát most ez a 200 méter ez nem úgy ment, ahogy szerettem volna, vagy ez az 50 méter nagyon jól sikerült. És majdnem tempóról tempóra végigelemeztük az edzéseket. Kaptam egyébként kosarasoktól, úszóktól, az összes birkozóktól, nagyon sok mindenkitől kaptam ilyen videót. Tehát ilyen videó üzeneteket. De jó, ez megint csak azért az embernek gondolom, hogy ad egy löketet. Persze, nagyon kis cukik voltak. Érzed azt is ilyenkor, hogy értük is úszol, velük úszol, úgymond? Persze, főleg úgy, hogy azért a fiataloknak
early morning for the Rollins family today. The coffee was on and breakfast was being made. Ehhez a videóhoz annyit tennék, ez akkor készült pont, amikor az olimpián úsztunk. Tehát ő az edzőm, ő Dave Rollins. És anyáikkal kommunikálnak pont úszás közben, mert az ottani hírtévé kiment, hogy az edzőm hogy reagálja le az úszásomat. Ez a kis kutyám. Hogy hívják? Rudolf. The nerves felt by Rollins undoubtedly shared by Petra's family across the Atlantic. We'll see you around the blocks. And then it was showtime. As the Hungarian breaststroker dove in to swim the second leg of her relay against the world's fastest. Go. Rollins couldn't help but coach Petra on. És közben magyar pólóval rajta, már hogy nemzeti színekbe pompázik. In the end, Petra's mixed medley relay came home 15. Ilyen típus, hogy így beleéli magát az edzéseken is? Nagyon, igen, tehát nagyon. Ott igen, kint a szurkolás, az nagyon megy, de így csapattársak között is, tehát nagyon szurkolunk egymásnak, meg kiabálunk a vízbe. Én azt gondolom, látszott rajta, nagyon büszke rád. Persze. She likes to say this is just the first one. But hopefully the next watch party won't have to be from half a world away. In Fort Myers, I'm Sean Barry. Hát ha nem is hallja egy nagy tapsot, az edző is megérdemel, talán el jut hozzá. Hiszen sok munkája van neki is azért benne. Azt mondtad, hogy szereted, hogyha néz, látja a mozgásodat, lát téged, és meg egy kicsit úgymond az arc kifejezésedet elemzi, abból sok mindent levon. Hát ez már azért a pszichológia világa. Pszichológián végzett. Ja, hát akkor milyen jó, amikor két pszichológus így egymással szkanderozik, és akkor annak egy olimpiai részvétel lesz az eredménye. Azért ez nagyon jó. Nos, amikor kiérkeztetek Tokióba, milyen volt a fogadtatás, hogy érezted magad? Az meg megint egy full más kultúra. Igen. Először, hát Tokióba érkeztünk, 32 órát utaztunk, tehát elég hosszú volt az út. Dubajon keresztül mentünk, és Tokióba ott a reptéren még vártunk egy 5 órát, mert ott ment a COVID-tesztelés, akkor felírták, hogy ki hol ült, melyik repülőn, szó szerint mindent megcsináltak. És onnan még 3 órát buszoztunk, mert mentünk a Riamába edzőtáborozni. Ott töltöttünk 8 hetet. Az viszont hatalmas bezártság volt. Tehát ott egy 8 kis hetet? Vagy 8 napot, igen, bocsánat. 8 napot. Az egy nagyon nagy bezártság volt, és hát nehéz volt. Alig vártátok, hogy vége legyen, és mehessetek versenyezni. Konkrétan nagyon levegőre se mehettünk ki. Tehát úgy volt, hogy a konditerem meg a szuszoda között 200 méter volt, és busszal vittek. És akkor már könyörögtem nekik, hogy szervezzenek valami programot, hogy hogy menjünk egy kicsit levegőzni. És akkor szerveztek programot vasárnapra, és vasárnap reggel szóltak, hogy kontakt miatt engem bezárnak. És akkor az már, igaz, hogy a kontakt azt jelenti, hogy valakinek a kontaktja vagy. Aki... Igen. Tehát a repülőn, a dubai Tokió repülőn egy random japán embert pozitívan teszteltek, és akkor pont ott ültem körülötte. A jegyem ott szólt, de amúgy meg üres volt a gép, úgyhogy átültünk egy másikra, csak azt bizonyítani nem tudtuk. És akkor engem meg kettő másik edzőtársamat kontaktként karanténba zártak, ami hát kicsit sírással telt, megmondom őszintén, mert már nagyon ki akartam menni a levegőre, de 2 óráig tartott, mert utána mindent megtettek, hogy feloldjanak minket, tehát hogy maszkot viseltünk, vagy negatívan teszteltek minket folyamatosan. Úgyhogy szerencsére ez a karantén, ez 2 óráig tartott, úgyhogy elmentem kirándulni. De még akkor, ha jól értem, még itt is nagyon-nagyon kérdésessé vált az, hogy egyáltalán úszhatsz-e? Hiába vagy kint Tokióban, még itt is megbukhatott volna a mutatvány.
Igen, egyébként izgultunk folyamatosan, hogy nehogy valakit pozitívan teszteljenek, mert tényleg bármi megtörténhetett volna. Azért voltak szerintem érdekes dolgok, tehát edzésre mehettem, csak kirándulni nem. Tehát a többiek körébe lehettem, csak kirándulni nem. De szerencsére ez nem így történt. Valahogy úgy van ez, nem, hogy az egész világ, és ezt nem tudom, talán mindenki egyetért ezzel, tanulja ezt is, hogy a Covid-dal való együttélés az milyen, és sajnos kell ebben is tanulni dolgokat, de hát az az igazság, hogy a szabályokat néha nehéz meghúzni, a határokat meghúzni, inkább azt mondom, és az ilyen érdekes dolgokat eredményezhet. Van ehhez is egy videó, hogy mivel teltek a verseny nélküli napok. Nagyon rövid, nem baj, nézzük meg. Ez már a faluban van, ez az egyik a konditerem. Tehát ez a... Csak egy kis rövid videó. Egy ilyen kis svenk a konditeremről. Ahogy a mobiltelefonod kamerájával láthattuk, eléggé felszerelt, elég profi körülmények. Tehát az egész falu, az egész infrastruktúra az profi volt? Igen, tehát nagyon, és nagyon tiszta volt, ami nekem nagyon tetszett, meg az emberek annyira barátságosak voltak ott, mikor ott voltunk még edzőtáborban, próbálták ezt a szurkolói feelinget átadni nekünk, tehát úgy végig kis zászlóval. Köszönöm, nem tudom, hogy ezt a videót le lehet-e. Szóval integettek, kedvesek voltak. Zászlókat hoztak, hajrá magyarok, még magyarul fel is írták. Hát igen, sokat járnak ők Magyarországon is, úgyhogy néha, igen. Néha láthatják. Tehát ez is ott készült. Igen, igen. Tehát ők mindig, mikor elindultunk edzésre, ott voltak, mikor visszajöttünk edzésre, ott voltak. Akkor ezek szerint csak sikerült kimenni, kirándulni egyet, vagy kimenni a szabad levegőre, és akkor biztos egy kicsit megnyugodtál, hogy tudsz menni versenyezni, nagy kő esett le a szívedről. Igen, igen. Tehát azért voltak izgalmas dolgok ebből adódóan. A többi sportot mennyire kísértétek figyelemmel? Most nyilván az úszás az kiemelt, de előttetek már voltak fontos események magyar szempontból. Próbáltuk végigkövetni. Sajnálom, hogy nem tudtunk kimenni más sportot megnézni. Ugye a Covid miatt nem engedték. Először még úgy volt, hogy csapattársainknak se szurkolhatunk, vagy csak szurkolással, tapssal, tehát kiabálni se, ugrálni se lehetett. Azért ez nem így történt. Tehát azért voltak ott az úszodában kiabálások, és szerencsére mehettünk. Tehát azért nagyon nagy élmény volt látni Csalaci utolsó úszását, a Milák Kristóf 200 pillangóját, vagy a 100-at. Tehát azért voltak hatalmas érmények. Hát az biztos, de gondolom tudtatok addigra már Szilágyi Áron aranyérméről, meg a többi fontos eseményről, ami már addig megtörtént. Tehát hogy állunk. Igen, tehát az magyarok egy... légtérben voltak, tehát találkoztunk Szilágyi Áronnal, tehát azért gratuláltunk. Mondjuk azért, tehát mindenki csinálta a saját dolgát, tehát mindig... Az volt a prioritás, más. Hogy a saját dolgod, igen, és igen. Amellett, ami még belefér. Aha. Mennyire tudtatok pihenni, átállni, mert azért tényleg ilyen hosszú repülős utazás után, aztán az idő eltolódás, egyáltalán regenerálódni ilyen nehéz körülmények között, tesztelés, várakozás, azért ez idegőrlő. A teszteléssel viszonylag az volt a jó, hogy kis köpőcsőbe kellett köpnünk. Tehát nem kellett sorba állni, nem turkáltak meg az agyunkat, és akkor amikor köptünk egyet, akkor oda vittük. És akkor nem kellett így mindig sorba állni, meg várakozni. Még a kérdés. Hát, hogy mennyire volt megterhelő az átállás, ja. A hosszú utazás, a sok várakozás? Azért az elején volt, mikor egy éjjel 3-kor aludtam el, és akkor reggel 10-kor meg kinyitom a szemem, és azt se tudom, hogy hol vagyok. Tehát azért voltak ilyenek, de én nem vagyok olyan hű, de nagy alvó. És azért nekem viszonylag egész könnyen ment az átállás. Azért tudsz regenerálódni, pihenni? Tehát azért tudsz erre oda koncentrálni, hogy te lehetőségekhez mérten kipihent magad?
Ezt még azért azt mondanám, hogy nagyon gyakorolnom kell. Tehát én olyan vagyok, hogy én mindig menni akarok, és nekem azért a pihenés is most is azzal telik, hogy nem megyek futni, biciklizni. Tehát olyan nagy pihenés, hogy lefekszek, nincs. Ott hát voltak masszőrök, meg hát ugye nagyon edzéseken kívül nem tudtunk más csinálni. Hát legalább az ember akkor tudja, az már ismerős közeg. Beugrom a medencébe, ott víz lesz. Hát az biztos, igen. Remélhetőleg. Amikor eljött a verseny, és hát azért nyilván az egy ilyen izgalmas, felfokozott idegi állapotban, az embernek az adrenalin szintje magasabban van, közvetlen a rajt előtt milyen érzések voltak benned? Hogy élted meg ezt? Ugye csütörtökön úsztunk, és szombaton kezdődött a verseny, úgyhogy már igazából nem tudtam a fenekemen ülni, már nagyon úszni akartam. Egy kicsit későn is volt már az a csütörtök. Tehát volt egy, sajnos egy olyan dolog közbejött, amire nem, hát mondjam azt, hogy nem számítottam. Vannak egy kisebb, nagyobb derék problémáim már évek óta, és nekem az mindig kezelve volt, és csak egy kisebb mozdulat, és becsípődik, és nagyon elkezd fájni. Úgyhogy nekem a vasárnap hétfő az úgy telt el, hogy ágyba feküdtem, mert nagyon nem bírtam felállni. És én ott tudtam, hogy nekem most fejbe kell nagyon erősnek lennem. Ugye mondják azt, hogy hogy is van 90% fejben dől el. Tehát az a 10% az azért fizikailag megvolt, és akkor ott kellett az a 90%. Viszont hát most mondom azt, hogy azért döntőre tudtuk azt, hogy az egy kicsit messze van, hogy mi döntőt ússzunk, és úgy voltunk vele, hogy mindenki megúszza a legjobbját, amit tud, mindenki úszik egy nagy egyéni csúcsot, rossz úszás nem lehet. És akkor besétáltunk, én izgultam, én mondtam is a többieknek, hogy hát én nagyon izgulok, de nagyon élveztem. Tehát én tényleg úgy beléptem az úszodába, és egy álom vált valóra. És odaálltunk, arra emlékszem, hogy így elnéztem, hát 7 fiúval kell együtt úsznom. Azért nem sok mindenki mondhatja el, hogy egy NPT-vel együtt versenyzett, ugye főleg lány. És hát tudtam, hogy nem lesz könnyű, de hát próbáltam az elején elmenni a hullámokra, felfeküdni, és be is kezdtem egy tök jó egyéni csúccsal, aztán ott a visszafelé, mikor már ugrottak befelé, megjöttek a nagyobb hullámok, ott egy kicsit, hát majdnem, hogy visszafelé jobban haladtam, mint előre. De én nagyon büszke vagyok a csapatra, tehát hatalmasat úsztunk, ugye hatalmas országos csúcs is lett, mindenki nagyon nagy egyéni csúcsot úszott. Mennyire lettetek ti négyen úgymond szövetségesek, mert hogy egy közös élményetek van, ami előtte nem volt, meg azóta sem még? Nagyon sokat beszélgettünk erről a váltóról, nagyon sokat gyakoroltuk a rajtokat, ami igazából maximálisan jól sikerült a váltás. Hát igazából egy örök emlék marad mind a négyünknek. Ahogy mondtad, talán tényleg az utolsó pár méter volt az, ami ahol tényleg nagy hullámok voltak, tényleg az már látszott, hogy ott küzdöttél nagyon, mert odafelé nagyon jól ment. Igen, kétszer be is nyeltem, tehát azért tényleg kaptam a hullámokat, de hát számítottam rá, tehát valamilyen szinten tudtam, hogy azért a fiúk el fognak menni tőlem, meg azért olyanokkal úsztam, hogy akik 100 mellen 1-3 helyzetek ott voltak. Tehát, de azért élmény volt velük úszni. Persze, hát ez, azt gondolom, hogy tényleg ez egy, nem csak hogy egy életre szóló élmény, hanem mindenkinek büszkeségre adhatok ott. Nagyon kevés ember jut el oda, hogy olimpiai csapattagjaként a medencébe csobbanjon. Nos, milyen tapasztalatokat hozott neked ez az olimpiai szereplés? Hogyan tovább? Nekem mindenképp egy hatalmas motivációt adott a következőre, Párizsra. Jó volt látni az olyan úszókat, akiket még kiskoromban a tévében néztem, és most velük versenyeztem. És láttam, hogy ők hogy edzenek, hogy készülnek fel. Ugye azért tehát voltak ilyen
kis szobák, ahol több csapat pihent, vagy hát versenyszámok előtt melegítettek, és együtt voltunk a britekkel, az ausztrálokkal, olaszokkal, és ott azért mindig elfigyeltem, hogy azért mit csinálnak, hogy melegítenek. Ha ez egy jó érzést keltett benned, akkor már megérintetted a célt. Nyilván vannak következő fontos lépcsőfokok, vagy készülsz következő fontos dolgokra, a motiváció megvan. Tehát az üzemanyag az megvan hozzá. Mi az, amit el szeretnél érni? Nem muszáj helyezésbe, meg ilyenekbe gondolkodni, hanem csak úgy. Hosszú távon mindenképp az olimpia, Párizs, és hát közben azért világbajnokság, Európa bajnokság, akkor az egyetemi bajnokságok, országos bajnokságot nyerni, tehát azért vannak is apróbb célok. Ugye magyar női mellúszósportnak vannak nagyon nagy hagyományai, vannak olyan elődök, akiket érdemes nézni. Nem tudom, például velük van-e lehetőség beszélgetni, vagy ők üzennek-e nektek, eljutnak-e mondjuk egy Kovács Áginak a meglátásai? Nem. 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 Ó, de sajnálom, pedig az biztos jó érzés lehetne még. Egy másik nagyon érdekes kérdés, ami szerintem mindenkit foglalkoztat, egy csapásra ismert lett a neved. Nem, mintha eddig nem ismerték volna már sokan, de most azért még többen. Nyilván ez egyfajta közösségi, a közösségi médiában is egyfajta hullámot kavar körülötted. Tudom, hogy egyre több követőd van, az Instagramon is, itt mindenfelé. Ezt hogyan dolgozott fel? Mert azért ez sem könnyű, ez is biztos egy külön dolog. Még ezt nekem is tanulni kell. Próbálok a földön maradni, és engem mindig úgy tanítottak, hogy azért maradjak szerény, és ezt próbálom továbbvinni. És igazából megvannak a céljaim, és azok az elsők most. Persze mindig jó, hogyha Instagramon vannak követők, meg TikTokon, de azért akkor is az úszás, edzés menni kell tovább, és az nem fog változni. Nyilván csak láthatod azt is, hogy más sportolóknál is, akár az úszásban, akár máshol, hogyha körülnézünk, akkor nagyon sok olyan sportoló van, aki egyben sztár. És ez az egyfajta figyelmet vonz rájuk. És azért ezt nem biztos, hogy könnyű összeegyeztetni a napi edzésmunkával a komoly célokkal. Tehát ezt azért valahogy ki kell zárni, nem? Ja, hát mindenképp. Meg azért, tehát hogyha esetleg riportot akarnak csinálni, vagy bármi, akkor először az edzés, és akkor majd utána. Igen, hát ebben is vannak olyan elődök, akik azt mondták, hogy az edzés szent és sérthetetlen. Ezt is meg kell tanulni nyilván a nyilvános szereplést. Szerintetek jól megy, ha nem baj a tegeződés? Jól megy már ez a Petránk? Tehát azért nem volt olyan rossz ez. Ugye? Meg lehet tapsolni, igen. Ha ezen eredmény után egy nagyon röviden meg kellene fogalmaznod, hogy a következő nemzedéknek, a többi úszóknak mit üzensz, mi az üzenet Halmai Petrától, amit érdemes megfogadni, ami szerinted egy ilyen komoly kis csomag lehet, akkor ez hogy hangzana? Azt mondanám, hogy ne adjátok fel, hogy semmi sem lehetetlen. Mindenkinek legyen egy álma, és ez nem csak sportolóknak, ez akár felnőtteknek, idősebbeknek is, és afelé menni. Tehát lesznek nehezebb helyzetek, könnyebb helyzetek, és mindig ki kell tűzni magunk elé egy nagyobb célt, és kisebbeket, amikkel végig visznek az úton. És higgy magadba. Hölgyeim és uraim, Halmai Petra, dombóvári. Petra, kedves, nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat. Szerintem mondhatom mindannyiunk nevében, hogy köszönöm a beszélgetést. És úgy gondoltuk, hölgyeim és uraim, hogy nem lenne ez egy ilyen nagyon közönségtől eltávolodott dolog, tehát lehet nyugodtan akár személyesen kérdezni Petrától, alá is tud írni, mert tollunk is van, fotót is lehet vele, közös képet készíteni, vagy egy nagy csoportképet csinálunk? Egy nagy csoportképet. Három.
Na, majd valahol elküldöm. Jó.